köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 1 milliárd 200 milliót bukhat Szekszárd, már lezárt projektet akar újra terveztetni az éhen Szekszárd frakció. Online számlázás, júliustól szinte minden számla után kötelező az adatszolgáltatás. Pedagógus nap, a tanítókat és a tanárokat ünnepelték Bátaszéken. Akadozó sportélet, a városvédők szerint a sportközpont vezetője miatt hiúsulhatnak meg versenyek. 1,2 milliárd forintot bukhat a tolnai megyeszékhely az Éhen-Szekszárd frakció miatt, ezt mondja a város polgármestere. Ács Rezső szerint az Éhen-Szekszárd tagjai 200 férőhelyes parkolóházat és sörkertet akarnak építeni a Zöldváros projekt részeként, csak hogy ennek a projektnek a tervezési időszaka már lejárt, és ezek az elemek nem szerepelnek az eredeti elképzelések között. Ráadásul Ács Rezső szerint csak a parkolóház elvinni a pénz nagy részét, ami miatt az eredeti tervezetnél sokkal kevesebb új zöld felületet lehetne kialakítani Szekszárdon, pedig a Zöldváros projektnek éppen ez a célja. Itt a szekszárdi kiskorzó térnél az egykori fűtőműkémény helyén építetnek 200 férőhelyes, 5-6 emeletes parkolóházat a Zöldváros program részeként az Éhen-Szekszárd frakció. Erről a város polgármestere beszélt sajtótájékoztatón, miután egyeztetett a többségbe került frakció tagjaival. Ács Rezső szerint a parkolóházzal kapcsolatban viszont több kérdés is felmerül. A 160-asban lakók számára majdnem az épület felég érne a parkolóház. Én nem tudom, hogy a lakókat megkérdezték-e, mert ez egy kedvenc téma, hogy meg kell minden megkérdezni a lakókat, én is egyet értek vele egyébként. Megkérdezték azzal kapcsolatban, hogy ők támogatják egy ilyen parkolóháznak a kiépítését, kíváncsi lennék erre a véleményre. De nem ez az egyetlen gond a parkolóház építésével Ács Rezső szerint. Korábban az előző városvezetés szintén tervezett parkolóházat építeni a Zöldváros projekt részeként. A költségek viszont túl magasnak tűntek, ezért letettek a tervről. Cserébe viszont a rendelkezésre álló 1,2 milliárd forintból zöld felületeket és parkolókat alakítanának ki a Liszt Ferenc, a Szent István és a Luther tereken, valamint fejlesztenék a Prométheus parkot és játszótéri eszközöket szereznének be. Ács Rezső szerint a parkolóház mellett az Éhen-Szekszárd frakció sörkertet is kialakítana a Babits Mihály Kulturális Központ melletti játszótér helyén. A polgármester azt mondja, az elmúlt években 3 lakossági fórumot is tartottak, ahol a projekt részleteivel kapcsolatban kérték ki a szekszárdiak véleményét. A tervek ezért mostanra letisztultak, de ha most újra kell mindent tervezni, akkor ugyanaz a helyzet állhat elő, mint a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő esetében, vagyis hogy a város elbukhatja a pályázati pénzt. Most már lassan túl kéne ezzel lépni, mert az uniós forrásokat 22 végig fel kell használni. És maga a Zöldváros program is uniós forrásokból, részben uniós forrásokból valósulna meg. Hogyha még ott tartunk, hogy ötleteket fogalmazunk meg, akkor biztos vagyok benne, hogy 22-ben nem fogjuk tudni elszámolni ezt a projektet, és a város elbukja az 1 milliárd forintját. Szerettük volna megkérdezni az Éhen-Szekszárd frakciót is az elképzeléseikről. Bomba Gábor frakció vezetőt ezért levélben kerestük meg, ő viszont adásunkig nem válaszolt. Trianon emlékművet avattak Pakson a Táncsics Parkban. Az ötlet a paksi motoros baráti kör tagjaitól származik, de a kezdeményezést az önkormányzat is támogatta. A svéd fekete gránitból készített emléktáblát Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter is megkoszorúzta. Süli János a koszorúzás után arról beszélt, hogy Trianon megmásíthatatlan, de a kormány azon dolgozik, hogy enyhítse a magyar emberek nemzeti tragédia miatt érzett fájdalmát. Komoly lépéseket tett a kormány annak érdekébe, hogy egyesíteni a nemzetet, amit a trianoni békediktátum ugye elszakított, és ennek az egyesítésnek az is fontos feladata volt, hogy az állampolgárságot már 1.100.000 ember kapta meg szavazati joggal, tehát ezzel tulajdonképpen a nemzet egyesítésének ünnepét tartjuk ma itt. Emelkedik szerdától a benzinára, a hazai kutakon bruttó 3 forinttal lesz drágább, míg a gázolaj ára valószínűleg változatlan marad. A 95-ös benzin átlagára így 341, a gázolai 351 forint lesz literenként. Legutóbb vasárnap volt változás az üzemanyagárakban, a benzin 2 forinttal csökkent, a dízelára nem változott.
Július 1-től minden belföldi cégnek kiállított számla után adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. A NAV Tolna megyei szóvivője azt javasolja, hogy mindenki használja a hatóság online számla rendszerét, mert ott ezt automatikusan elvégzi a program. A NAV online számla programjának már telefonos változata is van. Az online számlázás 2018. júliusában indult. Az eredeti rendszer szerint a NAV felé csak akkor kellett a vállalkozásoknak adatot szolgáltatniuk, ha egy számla áfa tartalma meghaladta a 100 000 forintot. Ilyenkor a számítógépes program automatikusan továbbítja a számlát az adóhatósághoz. Idén júliustól viszont már minden Magyarországon bejegyzett, vállalkozás nevére kiállított számla után adatot kell szolgáltatni a NAV felé. Adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, amelyek nem tartalmaznak áfát, vagy pedig az áfa összegének megállapításához szükséges százalékértéket. Nagyon fontos, hogy a NAV egyébként már 2018. júliusától biztosít egy ingyenes számlázó programot, az úgynevezett online számlázót, amivel egyszerűen és automatikusan online megtörténik a számlaadat szolgáltatás. Ehhez az online internetes programhoz most már telefonos applikáció is létezik. A telefonos alkalmazás főleg azoknak nyújt segítséget, akik eddig számlatömböt használtak, vagy nem helyhez kötött a vállalkozási tevékenységük. A mobil applikációnak a funkciói egyébként megegyeznek az online számlázó program funkcióival. A kiállított számlák akár az appon, akár az online számlázó webes felületén bármikor visszatekinthetők, visszakereshetők, módosíthatók, továbbíthatók. A kiállított, itt az applikáción kiállított, vagy applikációval kiállított számla egyébként akár azonnal továbbítható e-mailben, MMS üzenetben, Viber üzenetben, aztán akár Facebook Messengeren keresztül. A NAV számlázó applikációjának használatához először az adóhatóság online számla internetes aloldalán kell regisztrálni. Több nagymúltú sportrendezvény is elmaradt Szekszárdon, mert nem támogatta azokat a sportközpont igazgatója, és tárgyalni sem volt hajlandó a különböző sportklubokkal a versenyek megszervezéséről, állítja Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke. A városvédőknek több klub jelezte, hogy a működésüket akadályozza a sportközpont vezetőjének hozzáállása. Malomsoki Krisztián cáfolta ezeket az állításokat, azt mondja, az irodája nyitva áll a sportklubok előtt, és megrendezni ezeket a versenyeket, ha a feltételek biztosítva lennének. Nem teljes áron mentünk soha a strandra, én ezt közöltem a Krisztiánna is, hogy 1000 forintos áron engedtek be minket mindig. Az első kérdés nyilván az volt, hogy ebből mi ebből a profitja, mi ebből a haszna ebből a strandkézi labdából, mert ha ő ebben nem lát profitot, akkor ő majd ő megrendezi neki, 34 emberre van rá, hogy rendezze ezt a sportágat. Lengyel Sándor 13 évig szervezte meg a szekszárdi strandon a strandkézi labda kupát, mostanáig. Nem tudott megegyezni Malomsoki Krisztiánnal, a sportközpont új igazgatójával a sportrendezvény szekszárdi lebonyolításáról. Sőt, a sportigazgató személyesen sem akart vele tárgyalni a rendezvény megvalósításáról és annak feltételeiről. Ez miatt nem Szekszárdon, hanem Pakson rendezik meg a versenyt július közepén. Több sportegyesület sem tudott megegyezni Malomsoki Krisztiánnal a működésükről, rendezvényeikről. Ezt állítja Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke, aki szerint ez is a sportközpont vezetőjének alkalmatlanságát bizonyítja. Azok a sportklubok, akiket megkerestem, egyöntetően azt állítják, hogy a jelenlegi igazgató nem áll a helyzet magaslatán, és akkor még finoman fogalmaztam. Tradicionális dolgokat szakít meg. Kitérhetnék itt például az évtizedes múltra visszatekintő strand röplabda, illetve strand kézilabda sorsára. Malomsoki Krisztián, a sportközpont igazgatója, bár jelen volt a városvédők sajtótájékoztatóján, nem kívánt nyilatkozni, annyit elmondott, az irodája nyitva áll a sportklubok előtt, és megrendezni ezeket a versenyeket, ha a feltételek biztosítva lennének. A sportközpont később e-mailt is küldött szerkesztőségünknek, melyben jelezték, hogy közleményt fognak kiadni az üggyel kapcsolatban. Kevesebb termés várható a szélsőséges időjárás miatt, és több feladat lesz a növényvédelemben a csapadékos szeles, a megszokottnál hidegebb idő következtében. Kárt okoz a mezőgazdaságban a kukoricabarkó, a vetésfehérítő bogár és az amerikai kukoricabogár, ám a hidegebb időjárás miatt legalább a talajlakó kártevők nem okoznak bosszúságot a termelőknek. Borsó, sőt volt, ahol diónagyságú jégeső esett, hatalmas széllel csapott le a vihar sok helyen az országban vasárnap.
A Tolna megyei Kalaznón pedig villámárvíz pusztított. Az elmúlt héten több vihar is volt Tolna megyében, ami jelentős kárt okozott a mezőgazdaságban. Különösen a gyümölcsfákon lehet látni a jég pusztítását. Vörös Géza, a Szekszárdi járási hivatal növényvédelmi osztályának vezetője azt mondja, ez a szélsőséges időjárás nem tesz jót a növényeknek, és plusz feladatot okoz a gazdáknak, szántóföldi tulajdonosoknak. Valószínűleg kevesebb lesz a termés idén a tavaszi fagyok és az azt követő száraz, szeles, átlagnál hidegebb időjárás miatt. Ráadásul hiába voltak most viharok, jelentős mennyiségű csapadék hiányzik a mezőgazdaságból. Se a gabona, se a repce nem hozza majd azt a várt termést, amit szerettünk volna, és az ősszel még nagyon jó kilátások voltak ez irányban. Az sajnos ez most megdőlt, és nem tudjuk, hogy milyen termést kapunk. Sokszor most bejött a viharos időjárás is, az is még csökkent rajta, vagy még viszi el a termés egy részét. A város egyik részén például itt Szekszárdon jégeső volt, a másik részén sütött a nap. A növényvédelemben is új feladatokat okoz az időjárás változása. A vetésfehérítő bogarak kártétele váratlanul sok volt, ez plusz költséget okoz majd a gazdáknak, és valószínűleg az is sok veszteséget okoz számukra, hogy száraz, hűvös idő volt, amikor kelt a kukorica és a napraforgó. A növények alig nőttek. Ez nagyon kedvezett a barkó kártevők előjövetelének és kártételének. Ez irányban sincs megfelelő védekezés technológia, tehát el kell mondjuk, hogy a növényvédelem az engedélyezett körből már nem tudja biztosítani a növények mentességét, védelmét, ezért sok esetben előfordult újravetés, és olyan is volt, hogy nagy károk lettek, és éppen hogy csak kinőtte az állomány a kártételt. A szokatlan időjárás miatt azonban a drótférgek, talajlakó kártevők nem tudtak előjönni, mert a szárazságot nem bírják. Így ettől megmenekültek a kukoricások és a napraforgósok. Viszont rövidesen jön az amerikai kukorica bogár lárvájának kártétele, ez pedig tovább gyengíti majd a termesztők esélyeit. Az előrejelzés szerint egyébként a hét második felében is folytatódik a fülle csapadékos időjárás. Pedagógus napot ünnepeltek a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, hogy bár nem az önkormányzat az iskola fenntartója, mégis úgy érzi, hogy kötelessége megköszönni a pedagógusoknak a bátaszéki gyerekekért végzett áldozatos munkájukat. 1952. június 7-én ünnepelték először Magyarországon a pedagógus napot. Ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket. A hagyománnyá vált esemény az idén rendhagyó módon zajlott. A járványhelyzet miatt csak szűk körben ünnepelhették meg a tanítókat, tanárokat ezen a napon. A Kanizsai Dorottya általános iskola két pedagógusa búcsúzik a pályától, hiszen élnek azzal a lehetőséggel, amit a 40 éves munkaviszony elérése nyújt. Az első élmény az óvoda volt. Akkor óvónéni szerettem volna lenni. Akkor jött az iskola, megismertem nagyszerű pedagógusokat, és attól fogva tanítónéni. És ez nem változott. Majer Istvánné igazgatóhelyettes elmondta, hogy 48 évet töltött az általános iskola falain belül, 8 évet diákként és 40 évet, mint tanító. Simáné Szűcs Éva Emma fejlesztő pedagógus bevallása szerint küzdelmes 40 éven van túl, de megérte harcolni. Akkor kis létszámú első osztályba tanítottunk kolléganőmmel, Komáromi Jutka nénivel, iskola otthonos formába, ez egy tökéletes volt, és itt csapott meg végül is annak a szele, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeken szeretnék minél többet segíteni. Bár már nem a város fenntartása alatt áll az intézmény, Bozsolik Róbert polgármester köszönetet mondott a város nevében az iskola dolgozóinak. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusokkal tartsuk a kapcsolatot, hiszen azért a bátaszéki gyermekek tanulnak itt, aktívan részt vesznek a pedagógusok és a gyerekek is a város életének különböző területein, rendezvényeken, eseményeken fellépnek. Így fontos számunkra, hogy megköszönjük pedagógusnak alkalmában az ő munkájukat. Mindkét éppen nyugdíjba vonuló pedagógus szerint az egyik legalapvetőbb tulajdonsága és eszköze a tanárnak a gyermekszeretet. Ezzel segíthetik a diákokat és önmagukat végig a pályán. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Új vendégház Szaporcán 420 millióból, az Ősdráva látogatóközpontnál 50 főt tudnak elszállásolni. Élénkül a kereslet, többen vennének balatoni ingatlant.
A 100. évfordulóra emlékeztek, új emlékművet is avattak Vajszlón. Csak nem 420 millió forintból épült meg egy teljesen új vendégház az Ősdráva látogatóközpont mellett. A Baranyai Szapor szentpénteken adták át az épületet, amely összesen 50 fő befogadására alkalmas. A Kolokán szálló az idei nyártól mintegy 900 négyzetméteren várja a látogatókat. Egy teljesen új vendégház épült a Baranya megyei Szaporca külterületén. A Kolokán szálló az Ősdráva látogatóközpont közvetlen szomszédságában kapott helyet. Az idei nyártól közel 900 négyzetméteren várják itt a természetbarátokat. 100%-ban a magyar kormány finanszírozásával megvalósulhatott a téri ödön programból egy 50 fő befogadására alkalmas turista szállónak a megépítése, 11 szobával, amiből két apartman, 3 hatágyas szoba és az összes többi pedig 4 ágyas szoba. Az épületben emellett kialakítottak egy társalgót és egy tágas étkezőt is. Minden szobát korszerű fűtési és hűtési rendszerrel szereltek fel. Az ünnepélyes átadó rendezvényen Nagy István agrárminiszter úgy fogalmazott, a minisztérium célja, hogy jobbá és kényelmesebbé tegyék a látogatók számára a természetben eltöltött időt. Hozzátette, a kormány kiemelt jelentőségű ügyként kezeli a turistahelyek megújítását, így közvetve támogatják hazánk természetvédelmi oktatási helyszíneit. Téri Ödön Nemzeti Turistaház Fejlesztési Program révén az igazgatóságok szálláshelyének fejlesztésére, korszerűsítésére az elmúlt 3 év alatt csaknem 500 000 forintot fordítottak. A ma felavatott Kolokán szálló is ebből a keretből valósulhatott meg, csaknem 420 millió forint értékben. Az ünnepségen Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk a legélhetőbb országok közé tartozzon. Ehhez hozzátartozik a természeti kincseink védelme és megismerése is, így teljesen átalakult a turistaházakhoz, természetjáráshoz való viszony kormányzati szinten, tette hozzá. Több mint 120 turistaház újult meg az elmúlt 10 évben, épült 41 néhány új kilátó, és másik 41 néhányat sikerült felújítani. És ha azt látjuk, azt nézzük, akkor a látogatóközpontoknak a nézőszám, akik jegyet vettek a látogatóközpontba, az elmúlt 10 évben kb. 70%-kal növekedett az adatok szerint. Az eseményen elhangzott, már a vendégház nyitása előtt foglaltak szállást. A nyár folyamán mintegy 400 gyermeket fogad a Kolokán szálló, akik a vándortábor program keretében látogatnak el térségünkbe. A koronavírus járvány miatt a közelmúltban alig volt mozgás a balatoni ingatlanpiacon, az utóbbi hetekben viszont megélénkült a kereslet a tóparti ingatlanok iránt. A vásárlók általában a 2-3 szobás lakásokat, házakat keresik, átlagosan 30-50 millió forintért, de 100 milliós ingatlan is gazdára talál a magyar tengerpartján. Nőtt a kereslet a nyár közelettével a balatoni ingatlanpiacon. Boldizsár Balázs tapasztalata szerint az elmúlt 3 hétben határozottan megindult az élet, azonban a koronavírus járvány miatt az előtte lévő 6 hétben elcsendesedett az értékesítés. Azok az emberek, akik ráadásul beragadtak lakásba, vágytak kifelé, és a Balatonnak azt gondolom egy következő reneszánsza fog következni. A vásárlók minden ingatlan típust keresnek a Balatonnál, mondta Boldizsár Balázs. Nagy a szórás, azért azt kell mondjuk, hogy ahogy korábban is a 10-15 millió forintos kis olcsóbb, egyszerűbb felújításra váró régebbi épületektől egészen akár a több százmilliós ingatlanokig is minden jelen van a Balatonon. Természetesen inkább azt mondanám, hogy a jellemző árkategória az inkább talán az ilyen 30-50 millió forintos volumenek között mozog. Az ingatlanok árai nagyban függnek a felszereltségüktől, állapotuktól, és attól, hogy mennyire frekventált helyen találhatók. 30 millió forintért már viszonylag jó állapotú, ilyen 70, akár 80 négyzetméteres nyaralót is lehet kapni, de természetesen, hogyha ettől nagyobb ingatlanban gondolkodunk, vagy jobban felszereltebben, annak az ára is érthetően emelkedni fog. A déli parton továbbra is Siófok a legnépszerűbb, de Balatonföldváron, Balatonlellén, Balatonbogláron és Fonyódon is keresik az ingatlanokat. Főként belföldi vásárlók érdeklődnek a nyaralók apartmanok iránt, mondta Boldizsár Balázs.
Új emlékművet avattak fel a trianoni békediktátum 100. évfordulóján Vajszlón. A baranyai településen tartott megemlékezésen felelevenítették az első világháborút lezáró eseményeket. Az ünnepségen elhangzott, fontos, hogy felvállaljuk magyarságunkat. Ezt és az összetartozást jelképezi az emlékmű, amit Szatyor Győző népi iparművész készített. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Vas Albert Üzenet haza című versét is hallhatták azok, akik részt vettek a trianoni békediktátum 100. évfordulójára szervezett megemlékezésen Vajszlón. A baranyai településen különösen fontos volt ez a nap, hiszen egy új emlékművet is avattak az ünnepség után. Megható pillanatokat éltünk át, ugye ez nem az ünneplés napja, hanem az emlékezésé, ez köztudott. Eljutottunk oda, hogy a 100. évforduló, hogy Vajszlón is nyomot hagyjunk az utókornak, és ebből a célból készült az emlékmű. Ez már egy régi kezdeményezés volt, Tamás István képviselő úrnak a kezdeményezése. Az emlékművet Szatyor Győző készítette. A népi iparművész köszöntő beszédében felelevenítette az első világháborút lezáró eseményeket. Azt mondta, fontos, hogy felvállaljuk magyarságunkat. Többek között ezt is jelképezi a fából készült emlékmű, ami két kopjafát ábrázol, melyeket a Magyarország címerében is látható kettős kereszt köt össze. Én is közel 100 kopjafát faragtam életembe, szerte az országba, úgy is mondhatnám. És valóban egy fontos szimbólum jelkép lett. És én azért állítottam két kopjafa közül, mert azok őrzők. És valóban az összetartozást, az összefogást jelképezik. Az emlékműsor végén a katolikus és a református felekezetek képviselői áldották meg a szobrot, majd koszorúzással rótták le tiszteletüket a helyiek és a település vezetése. Vakcinát fejlesztenek közösen az osztrák és magyar szakemberek a koronavírus ellen. Ausztriában egy biotechnológiai cég fejleszti ki az oltóanyagot, amit Pécsen a Szent Ágotai Kutatóközpontban tesztelnek majd, hogy tényleg védettséget ad-e a COVID-19 ellen. Jelenleg még a folyamat elején állnak, leghamarabb jövőre készülhet el a vakcina prototípusa. Osztrák és magyar szakemberek összefogásából születhet védőoltás a koronavírus ellen, tudtuk meg a Pécsi Kutatóközpont virológusától. A vakcina előállítását Ausztriában végzik, a tesztelések pedig a Baranyai megyeszékhelyen zajlanak majd. A laboratóriumi kísérletek már megkezdődtek a külföldet az osztrák partnernél, és természetesen azt is folyamatosan tartja a kapcsolatot. Elsősorban itt mi a következő in vitro, illetve állatkísérleteket fogjuk elvégezni a Szent Ágota János Kutatóközpontban, amikor majd oda kerül a sor. Azonban erre még hónapokat kell várni. Valószínűleg nem ebben az évben kerülhet kész oltóanyag az orvosokhoz ebből a kutatásból. Ez nem egy gyors vizsgálat. Körülbelül 2021 környékére tervezzük azt, hogy az első preklinikai vizsgálatokat el tudjuk kezdeni, és utána annak fényében és annak tükrében meglátjuk, hogy tudunk tovább menni. Ez azt kell tudni erről a vakcina fejlesztésről, hogy ez egy modern harmadik generációs úgynevezett alegység alapú vakcina, ami tényleg felveszi a versenyt a jelenleg folyamatban lévő vakcinafejlesztési projektekkel szerte a világon. Olyan fehérjéket juttatnak majd az emberi szervezetbe, amelyek kiválthatják az immunválaszt. Így védett lesz a beoltott egyén a koronavírussal szemben. A tervek szerint a prototípus gyártása is megkezdődhet jövőre. A pécsi kutatók sikeres teszteléses vizsgálata. Után. Végül mutatjuk újra röviden, Tolna megye legfontosabb híreit. 1 milliárd 200 milliót bukhat Szekszárd, már lezárt projektet akar újra terveztetni az éhen Szekszárd frakció. Online számlázás, júliustól szinte minden számla után kötelező az adatszolgáltatás. Pedagógus nap, a tanítókat és a tanárokat ünnepelték Bátaszéken. Akadozó sportélet, a városvédők szerint a sportközpont vezetője miatt hiúsulhatnak meg versenyek. Kedden változóan felhős napos időre kell készülni, zivatarokra, záporokra is lehet számítani, füllett meleg idő lesz. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!